Lezsák Sándor urat, az MDF alapító tagját kérdezem arról, hogy hogy gondol vissza arra a 20 évvel ezelőtti időszakra, amikor valóban történelmi események történtek Magyarországon, köztük az, hogy megtörtént a debreceni MDF és a soproni MDF-nek a szervezésében Pozsgai Imre és Habsburg Otto támogatásával a soproni Pán-Európa piknik, és a Pán-Európa piknik után hát egyszerűen kiengedtük a németeket. És hát ennél az eseménynél mennyibe volt ebben az MDF, mennyibe volt ebben az akkori kormányzat, és most visszatekintve egyetlen kérdés, hogy akkor lebontottuk a drótkerítést, de azért bontottuk le, hogy abból csináljanak igen sok belső kerítést? Hát hogyan emlékszem vissza, én nagyon rossz riportalany vagyok, mert nagyon nehezen emlékezem, ugyanis annyira lekött az, ami most történik, és ami hitünk szerint történnie kell, hogy nagyon nehezen tudok összpontosítani arra, hogy mi történt 25 éve, mi történt 20 esztendeje. Ráadásul, mióta van, mire visszaemlékeznem, azóta igen gyanakú vagyok a visszaemlékezésekkel kapcsolatban, mert tapasztalom, olvasom, hallom azt, hogy bizony sokan hogyan másítják meg a valóságot, vagy beszélnek olyasmiről, amihez kevés közük volt, vagy nem sok közük volt. Ennek a konferenciának azért az értéke az, hogy megszólaltak azok az emberek, akik valóban szervezték a Debrecenből, aztán Sopronban a pán-európai pikniket. Jó magam abban az esztendőben, de sokan vagyunk így, az 1987-es, 88-89, 90-es esztendőt úgy éltük meg, hogy ütköztek az órák egymással. Egy rendkívül nagy sodrásban voltunk, és valójában nehéz volt az adott helyzetben fölismerni azt, hogy mi a lényeges, mi a lényegtelen, mi az, amit mindenképpen meg kell csinálni, mi az, ami esetleg kevésbé. És hát egy nap 24 órában állt akkor is, és bizony az erőnk az véges volt. Ennek ellenére azért bennem van az, hogy a választás, az időközi választás után voltunk, 89. augusztusában, túl voltunk a Nagy Imre temetésen, ahol az MDF volt ennek a technikai szervezője, iszonyú nagy felelősség, de egyébként egy nagy közösségi élmény is volt, és talán ezt a választást, az időközi választást is segítette. Túl volt az MDF az első országos gyűlésén is, és valójában a kerekasztal, a párt vagy nem párt mozgalom, vagy párt, tehát és a szerveződésnek egy lázas korszaka volt ez. És ebben az én élményem az, hogy a pán-európai piknik segítségével ugye több száz kelet-német menekült a határon átjutott, azonban az azt követő napokban egy rendkívül ideges pánik hangulat lett túl rá a kelet-német menekülteken. Egyrészt a kétségbeesés, hogy hát nem voltak ott, amikor áttörték a határt, és megismétlődhet-e, és volt egy bizonytalanság, voltak családok, baráti csoportok, hogy neki mennek a határnak. Jöttek a rémhírek 21-22-23 augusztusban, hogy lelőttek határsértőket, hogy elfogtak, hogy még egyszer ilyen nem fog előfordulni. És ebben a helyzetben mentem le a feleségemmel a határa, és éppen Magas Lászlóval, aztán barátaival beszéltük végig, hogy ebben a kétségbeesett helyzetben mi az, amit megtehettünk, hiszen az MDF végül is, ha úgy tetszik, a palacból kiengedte a szellemet, felelősségünk volt abban a kétségbeesett helyzetben, hogy a kelet-németek, akik kisebb-nagyobb közösségekben, akár Budapesten, Követség környékén, Csillebércen, Máltai Szeretett Szolgálat környezetében, balatonparti üdülőkben, kempingekben, határhoz közeledben, barátoknál elszállásolva. Szóval ezeket
én ezt kezdtem el szervezni, hogy összegyűjtöm egy adott helyre, egy adott időpontban. Már kezdtük, hogy akkor gépkocsi konvojokkal, talán még külön vonatot is, hiszen miért tagadnák meg, és a sajtó, a világ sajtó figyelmét erre fordítva, ha úgy tetszik, neki megyünk a határnak. És akkor jött Horváth István belügyminiszter fenyegetése, nem tudtuk, hogy a politikai, nagy politikai játszmáiban éppen mi történik. Fenyegetett meg a sajtón keresztül, hogy minden ilyen külön akciót nagyon keményen megtorolnak. És ez meg kell, hogy mondja, nem tántorított volna el bennünket, hiszen kaptunk fenyegetést Krósz Károlytól is, ahogy tetszik előtte novemberben. Viszont jött a hír, hogy megkísérli a kormány megnyitni a határt, néhány napot várjunk. Nem hittem benne, hogy meg fogja tenni, de a látványos szervező részét én leállítottam, tulajdonképpen a technikai előkészületek tovább történtek, és néhány nap múlva valóban megnyílt a határ. ...1937-ben Bornemissza Gábor, akkori, azt hiszem, iparügyi miniszter, javaslatot tett a kormánynak a Dunai vízerő hasznosítására, ezen gondolatokat fölkapva én 42-ben jelöltem ki a nagymarosi vízerő műhelyét. Annak az időszaknak volt egy igen érdekes momentuma. Ma igen sokan összekötik a rendszerváltást azzal, hogy mi megtagadtuk a magyar műszaki értelmiséget, megtagadtuk a vízügyet, és azt mondtuk, hogy sztálini mű az a nagymaros, aminek a helyét 42-be a most eltemetett Mosonyi Emil világhírű professzor jelölt ki, világhírű vízes professzor. Hogy látja most a helyzetet, ezt a tabut, amit már akadémikusok is döngetnek, hogy lehet-e valamikor ebben az országban normálisan beszélni arról, hogy mi az ország érdeke, mi mennyibe kerül, még akkor is, ha az esetleg azt jelenti, hogy Csongrádnál egy gátat és a Dunatisza csatornát meg kell építeni. Ez a homokátság vízpótlása az két évtizede legalábbis ott a szűkebb környezetemben is egy élő gond, igen erős a veszélytudat. Azért, hogy mondjam, biztató, hogy azok az előkészületek, ahogy tetszik, amelyek egy választás után kormányzati programmal erősödhet ebben, ott van a Dunatisza közi homokhátság vízpótlásának a programja, és nyilván ilyen jellegű igazságtétel is szükséges lesz, hogy az a professzor, aki nemrég halt meg, annak a gondolatai is megkapják azt a tisztességet, amit meg is érdemel.